Nagyon sok szeretetek, köszöntök minden kedves nézőmet, itt Kent a beszélés mélyzete, és folytatom a My Little Pony Game Loft legújabbik eventjének, vagyis a legújabbik frissítésének az eventjét. És persze most ott fogom folytatni, hogy akkor elkezdem csinálni ezt a harmadik felvonást a játékban. Bár nem tudom, hogy mennyire fogok vele eljutni. De mint láthatjátok, azért... Miért? Ja, hogy nincs meg a kellő pontszám. Az eléggé nagy baj, pedig én... Akkor kicsikét körbenézünk, hogy... Ha de nem csúszta félre a... az egész állvány, akkor jó volna. Egyre még hát ilyen villámjelet keresek ezekben a dombokban, és meg is van, mert az ilyenekből, na, kettő az jó, és pont annyi kell, mennyi kell nekem. Na de akkor ugyebár most eljutottam ezzel a bizonyos szintig. Na most. Dekoráció. Hát... érdekli azt, aki akar, engem nem fog. Na de. Egy kicsit még húzzuk ki a dolgokat, mert akkor így rövid lesz a videó. Elnézést. Na. Most már... ott kiszúrtam magamnak egy karaktert. Na, annak örülök, hogy végre már így elkezdtem haladni a harmadik felvonásban. De... már jó lenne, hogyha véget érne az egész téma. Nem tudom, hogy fogom megszerzni majd Flame-et, ugyebár, mert Flame az, aki nekem most megvan. Hát nem tudom, hogy ő hogy lesz meg, mert azt sem tudom például, hogy mikor jön be. Már az biztos, hogy majd külön bandőbe fog ő bejönni. Ez különben nagyon bírom, amikor ilyen dolgokat csinál a játék, hogy olyan karakterek, amelyek mondjuk egy, tehát hogy egy kategóriába tartoznak, vagy legalábbis, hogy egy családnak számítanak, tehát hogy ismerős körben egyek. Majd hogy közeli barátságban vannak egymással, na jó, miért nem tudom lerakni. És így külön szedik őket, ez így nagyon fairnek érzem a dolgokat. Az almákkal még mindig nem játszunk, hogy ezek megvannak. Na hát akkor most te jössz. Best control pony. Nem tudom végül is. Ez a karakter amúgy létezőnek számít a sorozatban, mert az egy dolog, hogy Apple Bloom-ról álmodott. De egyáltalán létezik is valahol, valamelyik... régióban, igen, jól mondom. Régióban. Pardon. Hát ha netán tényleg létezne, akkor úgyis láthatnánk róla valami képet vagy hasonló, de mindegy. Na ne! Mindegy. Nem fontos. Úgy csak az a lényeg, hogy meglegyen az a pontszám, ami... Tehát, hogy úgyis az a fontos, hogy meglegyen a max csillag, hogy ezzel is befejezzem, és ahogy látom, meg is van. Igaz? Mert... pontosan. Na. Florina tart. Vagy tert. Mindegy. Igazából nem tudom, hogy még Sweet Apple Acres-ben mikor fogok új karaktert szerezni, mert azt tudom, hogy
egy csomó karakter van még, akit nem szereztem meg, és ezeknek is a nagyobb a része az még Sweet Apple. Hát nem Sweet Apple Acres-ben van, de Sweet Apple Acres-ben is van egy csomó karakter, aki nincs még meg. Főleg az a karakter, akit mutattam a Bundle-be. Bundle, aki szerepel egy kollektívos listában. Mert őt még semmilyen úton, módon nem dobták be. És ez engem zavar, hogy olyan karakterek vannak még meg termelők, amelyeket már régóta, amelyekben régóta benne vannak a játékban, de még mindig nem dobták be. Pardon. Na de se baj. Előbb vagy utóbb úgyis majd arra kerül sor, és akkor én ott leszek, hogy megszerzem. És akkor most minden karakter szitepölén közben elkészült, azt azért nyáladjuk végig gyorsan dolgokat. Ja, ez termelő, akkor itt nem szóltam. Akkor már csak itt a zalmák vannak hátra. Hát itt hiába nézegetem, bárhol is nézek itt Sweet Apple Acres-ben, minden karakter megvan. Na akkor. Nem ilyen kulcs teomba. Mert ugye bár ott a nem olyan fontos az, de hát ott az a dolog, amit kiástam is. Engem zavarna, hogyha nem maradtám le. De itt azért most rengeteg ilyen domb van itt. És nem igaz. Annyi domb van itt, de... Jó, tudjátok mit? Hogy ezt videón kívül megcsinálom, mert ez csak zavar engem, hogy most nem tudom leállapni. Na. Irány Crystal Empire. És akkor legközelebb onnan fogom folytatni, hogy akkor elkészülök itt a dolgokkal. Legalábbis, hogy befejezem ezt a harmadik felvonást. Na, egy utolsó dolog, amit meg kell mutassak. Ugye már csak annyit mutatok meg, hogy mennyibe kerülnek itt a fejlesztések. Remélem, hogy azért láthatóak, bár biztos vagyok benne, hogy láthatóak, csak én vagyok olyan vak, hogy nem veszem észre, vagy nem most az, hogy nem veszem észre, de ennyi, ez az öt van, jó. Hát akkor ennyi lett volna mára a videó, és akkor legközelebb pedig innen fogom folytatni, amint elkészülök az utolsó dologgal. Én szerintem ez a Luna hercegnél, ez Kentelotban, akik már mint tudjuk, hogy melyikben a Sinister Castle-ben, ugyebár ahol a Kentelotti szomra király meg az ilyenek vannak. Na mindegy, és akkor majd innen fogom folytani a következő alkalommal. Úgyhogy köszönöm mindenkinek, és nézek a filmet, és visszat a következő videóban. Ez a fel, ahol mindig szoktam mondani, külön minden Brown és Pegasitos testvéremnek pedig Bruhuf és Viszlát.